Jó napot jön a csatornán, sziasztok, Keeper jelentkezik, hogy beköszönős videó, vagy nem is tudom, mi ez bejelentős videó, hogy szokták mondani ezt a más videót, csak be fogok jelenteni komoly dolgokat, ami hatása lesz a csatornának a tartalmára. Yeah. Figyeljetek, kacok! Egyébként igen. Be akartam jelenteni valamit, nagyon ráfügtem a sznurran erre, és valószínűleg, hogy fogunk abból minden egyes nap részt kirakni, de úgy, hogy a második, másik sorozatok kívül, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogy te lesz a csatorna Snowbra részekkel, nekem annyira hozza ezt a régi feelinget, amikor még így a spin tájasztottunk agyba főbe, hogy elképzelhetetlen. És ö, valószínűleg, hogy úgy fogom csinálni, hogy ne a másik sorozatok rovására menjen, tehát farming szimulátor tudom, a My Summer Carból. Egy kicsit most nem volt egy hete videó körülbelül, de fogok a hétvégén belőle mindenképpen is ilyen meglepetés lesz, jó lesz, jó lesz, csak tervezni kell, az a baj az egy kicsit azért Ö, nem csak annyi, hogy leülök, aztán így ö, bemutatok mondjuk egy járművet, mint egy spin de egyébként most töltődik fel ez a videó, és lehet, hogy már fel is töltődött. Rábos próbálunk kizébe. Snowrunner-be, gyerekek, olyan járművek vannak, ha játszok. Ugye kihagytunk a Snowrunner-t, amikor kijött, akkor próbálta a Keeper, így játszogatod vele. Annyi mod van hozzá, hogy durát lehet vele rekeszteni. De komolyan, traktorbolt szerintem van száz szóval és sok. Nem lehet megtalálni őket, annyira kaotikus az egész ö, letöltős dolog. Szóval, igen, most megy fel ez a rész, amelyikbe ugye külön lesz egy sorozat, ami külön lesz modolt. Szóval, a végjátáson kívül. Viszont azt akartam mondani, hogy köszönöm szépen egyébként, hogy támogattok ebbe a SnauReal-be is. Tudom, hogy így, ö, ilyenkor az iszonyatos sok a videó, meg minden, de így ne arra hogy de a azt, t nem tudom, nem játszani. Viszont akarok válaszolni a kérdésekre az első két snow része kapcsolatban, amik jöttek, mert az a baj, hogy írni egyszerűen nem tudom leírni, annyian, annyian írtok, és nem tudok visszaírni, annyi, így egyszerűbb, hogyha válaszolok. És nagyon szépen köszönöm a segítséget mindenkitől, aki írja, hogy hogy, miképp, hogy csináljuk a snow volt. előre is azt mondom. Szóval ez, ez a változás. Az a változás, hogy valószínűleg két videó lesz naponta. Egy ilyen, meg egy olyan. Úgyhogy, eh, yes. Ja, meg akartam még egy dolgot bejelenteni, de nem, nem, ezt akartam bejelenteni. Hát, cseszhetem. Most már bezárta még, hülye. Na mindegy, a, a My Garage részből elveszett egy rész. Hülye voltam, mert mielőtt föltöltödött volna, akkor már így kitürütem. Kitürütel kép. Ki. Aztán, igen, és emiatt elveszett. Nem, nem, nem fejezte be a feltöltést, szóval ott majd úgyis, aki nézi azt, abba el fogom mondani, hogy mi lesz, -e, hogyan lesz, meg mindenféle. Jó? Gyerekek, bocs, itt is elmondom, My Garage race -ből elveszett egy rész. Igazából annyi, amikor felrakjuk a kastélye neveket a ladára. Úgyhogy, yeah. Oké, okay, kérdésekre válaszolni szeretnék. Gyors, jó? Melyik ez? ez? az első rész. Nagyon gyorsan? Úgyhogy, aki snowrunner erre írt kérdéseket, akkor ö, Ö, ő, neki, ő neki jön. Jó, ö, legújabbak legyenek elő, aztán akkor menjünk hátrafelé, jó? Srácok, aztán így akkor talán valahogy jól is lesz ez a dolog. Valaki írta első like. Hello, David, köszi. Na, Tech Gamer. Szia, keeper! Ez a sorozat nekem nagyon tetszik, szóval mindenképp legyenek belőle sok rész. Tech Gamer meg mindenkinek, bocsánat, tényleg minden egyes nap valószínűleg lesz SnowRunner rész. Vagy modolt, vagy nem modolt, ilyen, olyan, és a másik szózatok mennek, kiangsúlyozva, mennek, minden egyi, oké? Szóval nem kell beszarni. m 10 van benne, m 10 igen, tudom egyébként. Írt valaki rá, miért kell minden játékban m 10 zsolt hát azért, mert az egyébként a ez egy kulturális ő, világörökség részének képeződik Magyarországon, mert mindenkinek Lorája volt, meg mindenkinek mtz -je. Aztán így egy kicsit akkor így visszaugrunk a Hát nem tudom, persze. Én ezért szerintem egyébként Zsolt Sebő. Zsolt imádom a stílusát egyébként. Cinikus, de mindig tök jókat ír. Találkozóan. <laughs> Régen is emlékszem rá, hogy ugye, annyira ilyen érzés érzésem volt, amikor így írt először, így me sokszor meg sem nézem a nevét tudod, hanem így lejelent komment. No, az nem hiszem el, és ugyanaz az ember. Na, Dávid, legyen még Snowrunner. Ah, lesz, hallod? Zsolt Söbő, Sármód is van hozzá, mint a farmingban. hallól <laughs> <Lol. gül> az nincs. Erről beszéltem, erről beszéltem. Mátyás Nyáradi, szia Keeper, a Rikóvá gombbal tudsz messzebbről a gásba menni, szerintem nyugodtan eddel a banditot, meg a többit így is fog szívni elegette vagy a legjobb papi, csak itt tovább. Nem, dlc a járműveket nem adjuk el, és így is fogunk boldogulni. Nagyon pro módon, tök jó lesz gyerekek, úgyhogy, ö, úgyhogy veretés lesz. Igen. Nehe, ezt hogy Nincs nevet testvére? Örülök, hogy megint rákaptad a videózásra. Csak így tovább, master. Ö, tiger. Papi, hát mi szolaszkába? Be tudsz újítani egy hammer Eléggé Uber, jó mapra. Küzdelmes, Bevontatni, de megéri. Ja, ugye, be kell vontatni. Eha. De jó, ja. Egyébként, ja, e nem tudom, ezt későn olvastam ezt a kommentet. Meg lehet, hogy azt csinálom, Michigan-t lenyomom, aztán úgy megyünk tovább. Valaki meg pubg -zik. Master. Itt jobb oldalt megjelent. Na, é, igen. É, Jimre írja. Jimre. Ha ezeket az alapjármi meg rossz pályán fel tudsz szabadítani, tajga 6,45, 36-ot megjavítani és feltankolni, az lesz jobb alapjármű, mint ezek. Ja, és ott van a Tatarini, vagy mi az a 8-kerekű Scout, az átmennyi mindenen. Ó, ja, egyébként, lájkolom meg minden. Csak nem tudom, annyira, meg nem akarom így kapásból, mármint ezt elmondtam a videóban is, egyikbe majd, lehet, hogy még nem került azt fel, hogy csomó tutoriál van, meg hogy melyik a legjobb jármű, meg hogy hogy lehet meg legoptimálisabban csinálni ugye a dolgokat, viszont akkor meg az olyan, végig megyek egy ilyen forgatókönyv szerint, az meg olyan nem, nem, az meg nem adja, de egyébként nagyon szépen köszönöm a figyelni fogok ezekre, meg egyébként a videókban mindig is figyelek már, mint ebbe, amit írtok el. MGT ez Zalai, Keeper, a DLC-s gépeket, ne add ne is használd addig, amíg nem érsz akkora szinte, amikor már összegyűjtött pénzből veszed az ugyanolyan gépes, a gyors csörlőzést használsz, arra nézel, igen, igen, közben rájöttem, enkétél ez Zalai, köszönöm, meg nem rájöttem, hanem olvastam a kommentet, hogy mindig oda kell nézni a gyors csörlőzéssel, ahol, ahol, ahol akarok csörlőzni, akkor nincsen probléma, nem akkor össze, akkor ebbe össze-vissza csinálja, én voltam a hülye. József Flasz. József Flasz. Nem, József Elhasz. Legjobb vagy papi. Thank you, ott is egy van a képen el. Uh, Jimre írja, sajnos ez az alánkával nem jártál jó, sajnos nem jó gép, sokadiknak megfelel, de egy elsőre sajnos nem a legjobb szerintem, ugye nem olyan rossz. Michiganra jó lesz az, egyébként írta is valaki. Autism, igen. Borderline of autism. Az mi az a, az, a borderline, az, az van egy olyan szindróma, az autizmus tudom, de a borderline az is egy szindróma, és az autizmusnak a borderline Szóval, jaj, nem tudom, ezt nem, mindig egy elgondolkozok a neveken, nem tudok értelmezni. Mondjuk J. Jim MG MGT Zelai az eléggé konkrét. Na, Keeper nem fogtál mellé az ANK 38 az utcai gépek után, mint egy tank, amikor játszottam én ez. Be! Tám. És látjátok, ezt mondtam a sorozatban is, hogy ilyen tökéletes és kommentek vannak sokszor, aztán igazodják ki, az azt se tudom, mikor. lesz -e? Pintires? Ja, lol. Izé, ez ilyen nagyon autentikus. Uh, oh, ezt egyébként végigolvassam, eskü, Bence. Szia, papi! Na, akkor kezdjünk, garázsba ugratás, v funkciók visszaállítás. Igen, használom egyébként, rájöttem, hogy használom, mivel nem csak magamat szivatom azzal, hogyha nem használom, hanem uh, is, mert sokszor ugyanazon az úton, vissza kell menni üresen a garázsba, és akkor annak mi értelme van, nem kihívás, csak időhúzás. Olyan kell 38 civil faszagép. Hátránya az, hogy nincs rajta plató előnye, hogy van nyereg rajta. Egyébként az, az, hogy konkrétan semmit nem lehet felrakni rá, az egy szörnyű dolog. Katonai verzió olaszkában található negyedik ma részen, azon csak plató van, és ugyanolyan erős, mint a civil, sőt. Menet. Én azt ajánlom neked, hogy minden régió, Amcsi, Olaszka, Ruszki, ilyenek elsőnek fedezve fel mindegyik mapját, szedd fel a fejlesztéseket, nagyon sokat jelentenek, aztán fogadd el az összes mellékküldit, illetve csináld meg a azt, azért fontos, mert nem fogod magad szopatni azzal, hogy kerülni kell, mert nincs meg egy hír például. Igen, hosszú folyamat, viszont megéri ezek után, hogy a főküldik. És pont most írta valaki az utolsó részhez, majd meg fogjátok látni, és így bebizonyítom, hogy olvasom a kommenteket, hogy ne foglalkozz a főküldik, kell csinál meg a. vagy ne foglalkozz a menéküldikkel, csinál meg a főküldik, Dick, mondom, a komos mi ja. ja, még annyi járművet, ne nagyon vegyél sokat, lehet találni, van egy-kettő remek közöttük. Többi mehet levesbe, azok gépek rettenet erősek, russian power, hamcsigo az ankán, meg az internation gépek elegek. Ja, ezért nem is akarom... Megfigyeljetek, majd is megfeneklünk, akkor érezni fogjuk, hogy na, itt akkor már valamit kéne tenni. Kéz vagy egy régióval? Easy pénz, a kint lévő pótokat szedd össze és add el azokat úgyse lehet átvenni, más, átvinni másik régióba. Ehhez kapcsolódva nagyon gyorsan. Lenne multi lehetőség, mit szólnátok ahhoz, hogyha a végig mondjuk michigan mármint az, azt a régiót, ami itt van ez a, nem is tudom mi ez, River, Black Fekete folyó, vagy nem tudom, nem mindegy, és akkor a fognánk, csináltunk egy ilyen össznépi multit, ilyen ahánya, nem tudom hányan lehet fölmenni egy ilyen uh, multizni, és akkor segítenétek az összes gipok, kipucolnánk mindent, összeszednénk minden pótot egymás hegyén, hátán mennénk, összefognánk, amennyit tudnánk, aztán bevinnénk a garázsba, akkor ne az legyen, hogy az, viszont egy hosszú feladat, és akkor tök jó lenne múltiba egy eltökörködni. múltiba csinálnánk egy DC-t, aztán akkor erről jönnénk, érted? Mit szólnátok ehhez? Hogy nem tudom, hogy lehet megvalósítani, úgy írhatjatok nyugodtan, húristen, az a baj, nem tudom, milyen szívet ennek a videónak, mert így egy csomó mindent belefoglaltatik e Na, szóval erről akkor minden infó jöhet, hogy gyerekek, meg hogy kell megcsinálni. Igen. Kész vagy egyre... Ré... Ja, DLC gép... Na, várja, mi van? DLC gépek. Bandit. Jó, de nem... Banditról mindig az jut eszembe a bandi. <laughs> Banditról... Jó, de nem a legjobb. Magasan a súlypontja, Scoot. Az jó, csak nagyon erőse nagyon erős, könnyen borul. Itt mindig esni fog az eső, ez egy ilyen game, hogy rohadjon el. Szép napsütésben a pálmafák alatt akarok e, 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 sárba ragonyázni. Egyébként most pont azon gondolkoztam, meg van az a mém, jó, nem én találtam ki, hogy e, e, ott ki ma 30 fok, még jó, hogy nem esik a hó. Azért ilyen melegben havat lapáltani, kellemetlen lenne, nem? Na, még egy tip, Mapraner, keres rá térképet, látod mihol van, tudom azt fogod mondani, ez csalás, viszont lesz olyan map, ahol valami csak korlátolt számban, ezért jó, ha tudod, hol van még, itt tudsz tervezni. Aha, egyébként szerintem már lefutottam egy ilyenbe, hogy nem tudok, nincs olyan alkatrész, ami kellene, vagy amit le kell szállítanom. Illetve mindent is persze ki tudod kapcsolni, szóval akár egy arat küldit is tudsz csak nézni, ha akarsz. Most így röviden ennyi. Ahogy haladsz, majd úgy is írok, ha van valami... Van valamit észreveszek. Hajrá, papi, köszönöm szépen egyébként. Jó, ez nem rossz az a dolog, de egyelőre még izé, e, küzdök vele. Azt néztem egyébként, mert most ugye csináltam egy még egy mentést, amiatt, hogy a modolt járműveket azon próbáljuk ki, és akkor amikor töltöm be, akkor látom, hogy a mostani mentésünk valami 3%-on van. Aztán e ez is Isten tudja, már mióta csináljuk. Jó, nem olyan sok rész óta, de azért lehet ezek küzdeni. Csi Marcel, na örülök, hogy megint játszol a gémmel. Várom belőle a folytatást. Az ANK, amit vettél, az egy jó gép, de mostani kerekek nem szereti a mocsaras vizes terepet. Arra majd később fogsz találni egy nagy balon kerekeket, amivel lazán be tudsz menni szinte bárhova. Ja, azt néztem, azért az adni fogja. Van, beugratás, végig megnyomod a menüben, de szerintem ne használd, ezzel is raksz be plusz kihívást. Hát igen, egyébként a kihívás faktor az tök jó lenne, hogy adna, de viszont nem sok azt ad, hanem olyan is, hogy unalmasabbá válik a dolog. Amit mondtam az előbb, hogy ugye visszafele, ö, most végig megyek üresen a, a térképig, ha nincs benne kihívás, semmi értelme. A főküldik előtt mindig csináld meg a és mivel azokban több pénzt tudsz és jármű, mentések közül is kaphatsz jogépeket, vagy el is adhatod őket. Igen, igen, látjátok? Most például ő, ő is ezt írja, hogy mellé küldik. Úgyhogy tök ilyen változatos, hogy mit, mit, mit javasoltok. Személyes tapasztalat az, hogy mindig fejezd be egy adott régiót, most mit csigent, és csak utána indul el más pályákra, már meglövés fejlett gépparkkal. Annak nincs értelme, hogy alapgépeken láncos gumi nélkül csúszkálsz Olaszkában vagy Oroszországban. Szivatod magad a nagy A felesleges portkocsikat okasz fel és vidd el euh, portkocsi mert nagyon sok pénzt ad vissza, és a maps lesz összeszórva velük. Fejlesztéseket gyűjtser és a térképen jelzett szürke részekre nézzel, mert szeretnek eldugott gépek fejlesztéseket. Rakni. Igen, ugye a kilátótornyok azok csak a fekete köröket szabadítják fel, arra rájöttem, és vannak ilyen szürke részek, amik uh, hiába szabadítasz fel minden uh, kilátót, akkor is ahogy úgy maradnak. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Köszi egyébként a tippet, erre pont gondoltam, vettem fel az egyik részt, ami még nincs feltöltve a, abba pont ezt említem is, hogy ezt ír, ír, írtad, és hogy azt találtam is ott egy fejlesztést egyébként. Az ANK nem annyira jó ilyen korán, inkább később a közepes téren, mivel nagyon eszi az üzemanyag és nyerges sportkocsik kell, hogy komolyabb szintű rakomány szállítást csináljál. A Freestar totál jó lett volna ide Michiganbe az összkerékkel. A Fle mi ez? Egy motor hangja van oda. Na, egy Fleet Igen, a Fleet egyébként az be fog ugrani vissza a sorozatba többek között már írtad én. A Chevroletre rakhatnál volna komolyan gumit, és automatikus csörlőt, és segíted volna abban a célodban, hogy soha, sose ugorj vissza a garázsba. Nem említve, hogy a Scout teorótok hamarabb kapnak jobb fejlesztéseket, gumikat, csörlőket, mint a terepjárók. Nagy terbírásúak, és többi másik nehéz munka, gé... Mi? Ja, mint a nagy terbia, értem, igen. Utánfutókat szedd össze, és add el őket, ha pénzre szorulsz, ilyen korán gyakran keresnek, kevésnek tűnik a fizetés. Egyébként tök jó el vagyok pénzügyileg, főleg ha kev kevés tára a kevés tárautód van. A megbízások jobban fizet, mint a feladatok. Másik tab a térképen. A Dyson Diesel meg stb. Viszont az hosszabbak. Mm -hmm. igen, azt értem. Jó, mert valószínűleg, hogy akkor már ilyen több lánc, ilyen chainbe vannak rendezve feladatok, és azokat gondolom lehet kell csinálni. Nem akartam mondok lenni ezzel a kommentel, így játsz úgy játszasz, ahogy akarsz, csak egy-két tippet akartam adni a kezdése kapcsolatban. És már írtam egy rendesebb kommentet, csak a Youtube kitörölte. Na, az, szó, az akkor szívás. Egyszer én is voltam úgy te. Egyébként köszönöm szépen, hogyan lettél volna undok. Ez tök jó, ez a minden információ. Szívom maga ezzel el. Nagyon szépen köszönöm tényleg. Gergő írja, szia Keeper, nagyon sok főküldetés, küldetés van már így Michiganben, úgyhogy nagyon hosszú sorozat lesz. Inkább a 30 órája nyom talán nyomom, és még mindig Michiganben tartok, úgyhogy hajrá, oh my god! Várjatok, megnézem a izét, ezt ellenőrzés kész, nem tartunk, meg közé tesszük ezt a videót gyorsan, így sráncok, jó? Jó, ezt közé is tettük. A izé, a oh, leső, leső morosz SnowRunner Race, elővettem a izét hozzá régi, nagyon régi indexképet, mondom, ez tök autentikus. Igen, ebből vettem elő, he? Látod, de. de mi ez? Remélem, jó sikerült minden. És ezt, ezt miért ezt mutatja? Ó, jó van, mindegy, baza! Akkor ezt lehet, hogy... Na mindegy, nem akarok ezzel most tökörészni. Norbi, a visszaállítás nem csalás, szerintem nyugodtan használt fogom is egyébként. Macsoka, szia, lehet veled csapatni? Igen, pont említettem is. Ó, Marci! Miattatok? Igen. Marci! Végre saraské játék. Ez az alánk nem igazán jó választ, az egyik legjobb és legasszony, az elején International Playstar 5 fel, fel az Expedition madranner meg nem kell betolni. Kicsit komplikáltnak tűnik, de brutál jója és brutál nehéz. My Summer Carol, megfeledkeztél? Thomas írta egyébként. Nem, 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 nem. De rakom, rakom, rakom a hétvégén. Csak pont említettem is, hogy itt fogunk vele foglalkozni. Na, a következő videó, gyerekek, ez a második rész szintén rendezés szempontja, legújabbak legyenek erről, aztán igen, legyen még több papi, lesz, igen, botond, szia. MGTS Zalai Keeper, ha megnyomod a v betűt, ott tudod felül a opció, kiválasztod a garázsba ugrás, thank you. Mátyás nyárali, szava Keeper tipp, először fedezd az egész mapot, úgy el rajta, inkább a főküldiket nyomod, azok jobb pénzt hoznak és izgalmasabbak is. Hello papi, esetleg lehet majd vele tolni? Igen, azt pont írtam is, hogy rövidesen. István, szia, in, ő tud valaki linket magyarosításra, amiket nem találtam? Igen, pont írtam is neki, ahogy, hogy melyik. Egyébként, de magyarosítani akarjátok, itt a magyarosítások.hu SnowRunner fülön ott a legfőső nekem sem működik, ugye egy csomó verzióhoz van külön, és nekem a izé, a második vagy a harmadik működött. Ez info morzsa e volt. Na baze. Bence. 9.00. Vártam, mikor esik le, hogy... Ja, mi, 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 történt? Nyereg volt? Ja, de egyébként meg volt rajta. Ja, nem hoztam nyereget. Ja, igen, nem, hoztam nyereget. Igen, jól gondolod, célszerű a blokádokat elsőként megcsinálni a pont utána én meg mindig azt mondom, hogy a többi melléküldit csináld meg gyorsabb, mint a főküldik, és jön a pénz, meg az XP az meg most neked kell. Egyébként én is azt preferálom, hogy gyors melléküléket hát hamar meg lehet kiurangatni a sárból az autókat, meg ilyen hülyeségek, semmi extrák nincsenek. Aztán vannak olyan pótok, amiket küldetéshez szólnak, azok ne bánts, függönyös pótok általában ilyenek. Azért is jó a melléküléket megcsinálni, mert akkor ezek a pótok eltűnnek, és maradnak a free pótok, meg a küldi, főküldi pótok. Aha. Mit hol találsz? Nézd meg a mapon a gyárakat, egérrel Kattints rámutatja, mi van ott. Lesz, mikor mennyiség is? Ó. Oh. Ja, és fejlesztéseket fe szed fel. Jó a gép viszont, mint írtam, annyi hátránya, hogy nincs rajta pató. Én lehet, a helyetben azt csinálnám, hogy összeszednék pénzt egy international gépre, azok viszonylag jók, és akkor lenne egy géped, amiben plan plató két hely, plusz kocsipót két hely, illetve az alánkán, mint 5 hely nyereggel akvi felfüggesztés, az kérem szépen azt jelenti, hogy tudod emelni, illetve sülyezteni a felfüggesztéset menet közben. Állj meg! Csinálj meg, az go, Aha, pótokat lehet eladni, szerintem azt akkor tedd meg, amikor kimaxolod a régiót és már nincs dolgod. Akkor összekapod a mapokon a pótokat, eladod őket, aztán egy kis pénz az is. Van olyan csörlő, viszont az csak scout felfelelő, felfel felfel járműk elérhető. 51-es kerék, az nagyobb, nagyobb kerék, ezen a gépen, szóval emelt. Vagy aktív felfüggesztés kerül hozzá, kell hozzá. Ó, uh, thank you very much Na, srácok, akkor ennyi izé ennyi, ennyi van, infó dolg, hogy akkor... Ö, nem tudom, hogy kell ezt a multit. Az jó lenne, hogyha leg, kijomjuk michigan akkor menne ö, menne egy multi, amivel összeszedjük a pótokat, mindent eladunk. Össznépi mulatság, Discordon meg mindent. A, igen, akkor azon kívül meg mit akartam? Ja, minden nap lesz Noranál, meg vagyok bolondulva érte, úgyhogy a többi sorozat is megy, de ezek is ennek. Úgyhogy köszi szépen, sziasztok! Egy akart lenni hirtelen, he,